A műsorszám támogatója a CCC. Konkrétan abban a pár hétben így azt mondták, hogy én itt meghalhatok, ha nem, akkor az a minimum, hogy a végbelemet kivezetik a hasfalamra, mert hogy ott biztos minden össze van nőve, és mindent ki kell vágni, és hogy én milyen felelőtlen vagyok, hogy a gyerekeimet majd anya nélkül hagyom felnőni, hogy ezzel nem foglalkozok. Nekem a munkára szükségem van. Tehát, hogy sokszor az tartja bennem az erőt, az jelenti azt a siker részét, talán pont azért, mert én nem, hogy mondjam, tehát nem is az, hogy ősanya, de hogy nem egy született anyuka vagyok, akit boldoggá, vagy egészé tesz az, hogy én anya vagyok, és gyereket nevelek. Nekem ez a mai napig nem elég, tehát nekem kell a munka. És hogy volt, hogy el akartatok válni? Tehát, hogy persze. Ez... Jó. Persze. Minek szül, aki nem akar szoptatni? Persze, mert csak a karrier számít. Hát ez az önzés magas foka. Nem szülni nem akar, csak képtelen egy normális kapcsolatra is. Aztán majd kíváncsi leszek, hogy öregkorára mennyire bánja meg, hogy senki nem nyitja rá az ajtót. Ebben az én központú világban, és tényleg mind csodálkozunk, hogy a nők nem akarnak szülni. Ennyi gyerekkel aztán biztos nagyon szegények lehetnek. Na, kíváncsi vagyok, hogy hányadik gyerek után válnak majd el. Családot alapítani a világon a legnagyobb boldogság. Ebből kimaradni? Szentjobbi Kriszta 5 egészséges gyermek anyukája, Zsombor 16, Zsejke 13, Zsigmond 9, Zsanka 5, Zsadány pedig 2 éves. Mindegyikük császármetszéssel jött a világra, ami az orvostudomány mai állása szerint sem mindennapi, és felették kockázatos dolog is. Kriszta Waldorf óvónőként dolgozott, és hamarosan szintén egy Waldorf óvodába tér vissza óvónőként dolgozni. Szigeti Andrea 37 éves, 2 gyermek anyukája, a 7 éves Milánnak és a 6 éves Kittinek, 17 éve dolgozik televíziós szerkesztőként, 30 éves volt, amikor a karrierje csúcsán teherbe esett, és az eredeti munkakörébe azóta se tudott visszatérni dolgozni, most indítja be saját vállalkozását, egy szépségszalont nyit. Szerbusztok! Mert hogy ugye az alapvetés az lett volna a mai témának, hogy szülni vagy nem szülni, milyen társadalmi vitákat gerjeszt ez a téma, és hogy egyáltalán miért érzi mindenki azt, hogy ez közügy, hogy ebbe bárki bárhonnan kívülről beledumálhat, hogy joga van véleményt formálni az adott embernek az életéről, és ugye az eredeti felállás szerint, ne haragudj, Andi, hogy te nem az eredeti felállás vagy, de mindjárt megmagyarázom nektek, hogy mi történt. Ugye Szentjobbi Kriszta az egyik vendégem, akit ugye már bemutattam nektek, illetve ugye Szigeti Andrea a másik, de az eredeti felállás szerint úgy beszélgettünk volna, hogy veled, mint 5 gyerekes anyukával, aki otthonról dolgozik, de ugye egy saját vállalkozást egyenged, illetve egy olyan hölgyel, akinek most itt szándékosan nem akarom elmondani a nevét, aki feminista mozgalmakat vezet, úgy alakult az élete, hogy nincs gyereke, de nagyon érdekes meglátásai vannak erről a témáról, viszont hát életemben először fordult elő velem az, hogy nem jelent meg a megbeszélt helyen és időben, tehát itt az interjú alany, fél órája ki van kapcsolva, elérhetetlen, nem reagál semmire, úgyhogy hát megszivatott, ezt nem tudom másképpen mondani, de itt van Andi, akinek temérdek mondandója van a témával kapcsolatban, úgyhogy megkértem, hogy így üljön be és beszélgessünk erről, mert hogy szerintem ez egy tök fontos ügy. Kriszta, 22 voltál, amikor először született a fiad, azóta már ugye 5 gyereket neveltek otthon a férjeddel. Ez egy eredendően is így indultál neki, hogy egy nagy családos anyuka leszel, vagy sodródtál, és csak így alakult? Hát nagyon érdekes, mert hogy én ugye óvodában dolgoztam, én nagyon szerettem, meg szeretem a gyerekeket, és azt éreztem, hogy sok gyerkőcöm lesz, de mikor az első 2 megszületett, akkor azért jött egy ilyen kicsit befeszülés ebbe az anyaságba, nagyon a gyerekekre fókuszáltam, körülöttük forgott minden, nagyon tökéletes anyuka akartam lenni, és akkor ettől megijedtem, hogy ezt így nem tudom teljesíteni, és jött a 3. gyerkőc, akkor így teljesen
belazultam ebbe a helyzetbe, akkor kezdtem el igazából élvezni, és akkor tudtam, hogy nincs megállás, hogy sok gyerkőcünk lesz. Ellenben nem ilyen példa van előttem, egy testvérem van, a szüleimnek nincsen testvére. Egyedül az egyik dédmamámnak volt 4 gyerkőce, és ő még 4-et kihozott melléjük az áruházból, és akkor azt mondják, hogy talán így az ő vonalát követem. Na de milyen, tehát például mondjuk az első és a második gyerek születése között neked mondjuk milyen dilemmáid voltak, vagy egyáltalán milyen kérdéseket kaptál meg a környezetettől, hogy na és mikor lesz a kisteső, tudod, az egy gyerek nem gyerek, kell neki a kis játszópajtás, akivel majd el tud játszani, hogyha nagyobb lesz, te mikkel szembesültél? Igen, ezeket mind megkaptam, sőt, mikor született egy gyerkőc, már a következő pár napban, vagy egy-két hét múlva kérdezték, hogy mikor lesz tesó, mert ugye kell a testvér, legyen sok gyerek, stb. És igazából ez az egy gyerek nem gyerek, azt mindig megkaptam, mikor még csak egy volt, de rosszul esett, mert hogy egy gyerek is annyira fontos, meg annyira persze. Család, meg annyira kerek lesz vele az egész élet, hogy nem értettem, de nem ezért lett több gyerkőcöm, nem ezekért a úgymond beszólásokért. Andica, milyen élethelyzetben voltál? Mondjuk én speciál pont emlékszem rá, de nyilván rajtam kívül nem sokan, hiszen nem dolgoztak veled akkor, amikor a Milánnal terhes lettél. Ugye neked 2 gyereked van, Milán 7 éves, és a Kittike pedig 6 éves. Igen. Amikor terhes lettél a Milánnal, akkor milyen volt az élethelyzeted? Én akkor ugye a tévénél dolgoztam szerkesztőként, engem kvázi pont akkor léptettek elő, tehát nekem akkor érett be az addigi munkám, a tanulás, tehát úgy nagyjából úgy nagyon-nagyon-nagyon kereknek éreztem az életem, szuper volt a párkapcsolatom, tök jól alakult a munkám, rengeteget utaztam, tehát hogy semmilyen hiányérzet nem volt az életemben, tehát úgy éreztem, hogy minden úgy kerek, ahogy van. És hiába mindezek ellenére, hogy ilyen minden kerek volt, vagy hát talán pont ezért nem éreztem azt, hogy fú, nekem most kéne egy gyerek, vagy szeretnék szülni, még annak ellenére sem, hogy tényleg tök jó párkapcsolatom volt. Úgyhogy nekem így a karrierem beindulásának a kellős közepén jött a terhesség, amiből ugye lehet következtetni, hogy nem volt tervezett. Tehát ha engem megkérdeztek volna, hogy ugye a Krisztáta is kérdezte, hogy mit szerettél volna, én ezt mindig úgy voltam, hogy hát majd 5 év múlva, de kb. 20 éves koromtól kezdve mindig azt mondta, hogy majd 5 év múlva. És lehet, hogyha ezt a döntést nekem kellett volna meghozni tudatosan, hogy na, akkor én most szeretnék egy gyereket, akkor lehet, hogy soha nem tudtam volna egy ilyen döntést meghozni, aminek ekkora súlya van, és ekkora tehát következménye, és egy életre szól. És talán lehet, hogy pont ezért a sors döntött úgy helyettem, hogy akkor meghozta ezt a döntést, félig meddig. De emlékszel olyan mondatokra, vagy megjegyzésekre, amit egészen 30-ig kaptál? Amikor már boldog párkapcsolatod volt, és már ugye a munkában is kiteljesedt, hogy jó, de hát azért tudod, Andi, és a baba... Amiket ilyenkor a nők azért gyakorta hallanak, és azért kapunk jelzőket mi is bőven, hogyha nincs még gyerek, hogy persze, mert a karrier, mert micsoda önzés, te mikkel szembesültél? Érdekes, hogy a saját baráti társaságomban, illetve a szűk családomban nem. Pontosan azért, mert ismertek, és valahol tudták azt, sőt, ami nagyon durva talán, ami talán sokkal rosszabb, mint adott esetben kommentelőktől. Tehát nekem például a saját anyukám mondta azt, hogy lehet, hogy jobb is, hogy neked soha nem lesz gyereked. Oh. Szóval ilyen szinten kaptam, mert érezték bennem ezt a csak a karrier. De ez nem esett rosszul? Hát, de persze, rosszul esik, de egy kicsit tudod, azt érzed, hogy tényleg nem, mert hogy a munka, és hogy én tényleg így nagyon magamra fókuszáltam, hogy mindig a saját utamat akartam járni, és egy kicsit én is úgy éreztem, hogyha az embernek gyereke lesz, és ma meg már abszolút tudom, hogy ez azért tény is való, hogy onnantól kezdve nem csak a saját utadat járhatod, mert nincs csak saját utad. Tehát a te utad az már a tiéd és a gyerekeidé, és onnantól kezdve, hogy vannak, soha többé nem tudod magadat függetleníteni tőle.
Neked, Kriszta, volt dilemmát, hogy hogyan fogsz majd tudni visszatérni a munkádhoz, hogyan fogjátok tudni a családi vállalkozást működtetni, mondjuk egy vagy két gyerek után? Mondjuk amikor megszületett a második, mert még egy gyereknél azt gondolom talán nem annyira, de a második már így másodiknál már óhatatlanul felmerül ez a kérdés a nőkben, hogy mi lesz a munkával, a fizetéssel és a stabilitással. Bennem annyiban nem volt, hogy a vállalkozásom, ami van, az 4 éve van. Én addig alkalmazottként dolgoztam Waldorf óvónőként. Szóval bennem azért nem volt félelem, mert tudtam, hogy ha visszamegyek dolgozni, akkor viszem magammal az óvis gyerkőcöt, a sulisokat ki tudom tenni, én végzek, fel tudom őket venni, nyári szünetem nekem is van. Így nem kell azon aggódnom, hogy mi lesz velük, mikor szünetük van. Úgyhogy én ebből szerencsésnek mondhatom magam. Ám bár ennyi gyerkőccel, nem pedagógusként, ez nagyon nehéz megoldani. Mert hogy ugye nem 8-kor kezdődik a munka általában, és nem 3-kor van vége, hogyha valaki mondjuk a versenyszférában dolgozik. Itt megvannak ugye az őszi szünet, a tavaszi, a nyári, szóval amikor a gyerekek otthon vannak, akkor én is otthon voltam. Bennem ezért nem volt félelmem, de hogyha ha 7:30-tól este 6-ig dolgoznék, vagy egészen más területen, azt én nem tudom, hogy hogyan lehetne megoldani. És az egyes, bocsánat, hogy így mondom, de nem tudom a nevüket így folyamatosan. Még mondtad, hogy te is néha összekevered, mindegyik gyerek zsével kezdődik. Ti vagytok a zsébet is, és az 5, úgyhogy durva, nem baj, mert felkomban elmondtam. Szóval, hogy az egyes gyerekek között volt dilemma a tekintetben, hogy most már mondjuk meg kéne állni, mert hogy anyagilag nem fogjuk bírni, lelkileg nem fogjuk bírni, a házasságunk nem fogja bírni. Nem volt. Nem, egyáltalán nem volt. Én annyira vágytam az újszülött babára, újabb testvérre, a gyermekágyra időszakra, hogy nekem az életem 5 legszebb 6 hete volt. Hogy én egyszerűen én abban lulit, mindenkinek biztos megvannak így a kettyói, nekem ez. Én azt annyira szerettem, hogy így nem akartam, hogy elmúljon. Annyira jól éreztem benne magam, hogy meg se fordult a fejembe, hogy majd az 5 gyerkőcnek az egyetem, vagy mennyit fognak enni már, mikor nagyok, hogy nem elég, tudom én, 1/2 kiló kenyér, hogyha mi leülünk vacsorázni, vagy ebédelni. Nem, ilyenekben nem gondoltam bele, csak a vágy, az, hogy nagyon szeretem, hogy nagyon jól érzem ebben magam, hogy látom, hogy a gyerekeknek is jó, és ez inkább motoszkált bennem, ez hajtott. Nem gondoltam egyébként mögé, hogy ennek van, igen, egy másik oldala is. Most az ember azt gondolná, hogy az Andi ugye megkapta a jobb, ha te nem szűsz lányom, meg a karrierista némber jelzőt, de hogy így végighallgatlak téged, meg nézem a blogodat, és akkor ugye az az érzésem, hogy te vagy így kiállítva így a képzeletbeli porondra, hogy a tökéletes nő, akinek hát beteljesítesz mindent, amit egy nőtől elvárnak, mert még munkába is visszament, gyerekeket is egyengeti, még a házassága is jó, és még élvezi is az egészet, tehát hogy ilyennek kéne mindenkinek lennie, de ezzel szemben te itt a sminkben elmondtad, hogy baromira nem. Tehát rengeteg sok megjegyzést kapsz a mai napig, és ítélkeznek fölötted. Miben? Az egyik ilyen számomra a legviccesebb beszólás, hogy megtudták rám, hogy 5 gyerkőcöm van, és mondták, hogy jaj, ti akkor nagyon szegények lehettek, mert hogy ugye a nagy család az nagyon nagy szegénységgel jár. Meg hát gondolom, hogy társítanak hozzá egy olyan élethelyzetet, hogy igen, ja, persze, mert azt se tudják, hogy kell védekezni, meg... De azt közeli ismerőstől is megkaptuk, mikor, nem is tudom, talán a 4. gyerkőcünk jött, és akkor basszus, nem tudjátok, hogy kell védekezni, de hogy... Ezt azért mondják kedvesen, igen, és nem bántani akarnak vele, de hogy... Tehát ez olyan, mintha rányitnának a hálószobában, nem? Hát tehát, hogy ezt viccesen mondjuk, hogy nem tudjátok, hogy kell védekezni, de közben megjelenik egy kép a szemünk előtt, hogy mi között hozzá, hogy meg mi, tehát igen, hogy ez az én határom innen, ottan tessék kifáradni. Igen. Na igen, bocsánat. Igen, hát nagyon sok ilyen megjegyzés van, de ugyanúgy a kórházba is. Na, erre meg majd visszatérünk egy kicsit később, mert erről szeretnék beszélni. Jó, tehát, hogy sok megjegyzés van a családról. Igen, de amit mondtál, hogy felemelnek, hogy mennyire tökéletes
vagyok. Nekem ez rettentően nyomasztó lett. Én ezért is volt az egyik olyan pillanat, hogy befejeztem a blogolást, és nem írok, meg vissza is töröltem egyébként mindent a blogról, mert hogy ez rohadtul nem igaz, és nem tudtam elégszer hangoztatni, hogy nálunk is vannak óriási viták, verekednek a gyerekek, veszekszünk mi is a férjemmel, mint minden normális család. De hogy talán lehet, hogy ez a szép képeknek az átka, mert hogy fotográfus vagyok, és én szerettem a nagyon szép, megkomponált képeket megcsinálni, elkészíteni. És nem tudom, hogy ezért jött le, vagy csak azokat az írásaimra figyeltek fel, amiben tényleg a pozitív dolgokat írtam le, mert hogy ezek is vannak, de hogy ez engem rettentően nyomasztott, és nagyon sokszor megkaptam azt is, hogy ez képmutatás, holott nem, mert mindig írtam a másik oldaláról is, de az valahogy nem volt érdekes, azzal úgy nem foglalkoztak, csak a szebb dolgokkal, és arról ugye lehetett írni, hogy ez hazugság, félrevezetés, ez nincs. Úgyhogy én mondtam, hogy ezt így. Na de közben meg ugye, ha valaki mondjuk őszintén vállalja, na hát az aztán a legdurvább, amit utána kap, ha elmondja, hogy hát lehet, hogy mondjuk nem így képzeltem, most éppen úgy érzem, hogy megbántam. Tehát Anti, téged nem lehet azzal vádolni, hogy csak a szépet és a jót mutatod, és hogy egyébként így is élnél, mert hogy te vállaltan egy sokkal karcosabb egyéniség vagy, és így mindig kimondod a véleményedet a dolgokról, de te is elkezdtél blogot írni, amikor ugye megszülettek a gyerekek. Ott annak mi lett a vége? Én is abba hagytam, mert igazából azt vettem észre, hogy bármit írsz, ha rosszat írsz, akkor érdekes egyébként, hogy azzal sokkal többen tudnak azonosulni. Tehát ott sok pozitív komment is van, de azért mindig jönnek azok, aki mondjuk a szoptatás volt egy ilyen pont, ahol egyszer emlékszem, hogy volt egy ilyen komment, hogy minek szül az, aki nem akar szoptatni. Tehát, hogy ilyen annyira felszínes, és tehát nem a szoptatás somúlik azt, hogy milyen anya leszel, vagy milyen a kapcsolatod a gyerekkel. Tehát én azért csomó ilyen sztereotípiára, ami anya-gyerek kapcsolat között van, rá tudok cáfolni, még így is, hogy én nagyon nehéz időszakokat éltem meg, és valószínűleg nem én voltam mindig a minta anyuka. De ha meg jót írsz, na hát az a legborzasztóbb, mert ugyanez, hogy képmutató vagy, és ott megkaptam, hogy amikor nekem jó alvú volt a kisfiam nagyon, hogy miért kell mások orra alá dörgölni azt, hogy a te gyereked jó alvú, amikor más meg nem alszik 3 éve. És egyszerűen nem tudsz jót tenni, rosszul érzed magad, dühös vagy, feszült leszel, tehát egy olyan plusz negatív stressz tesz rád a mindennapi dolgaid mellett, hogy tök nincs erre szüksége szerintem egy embernek. Tehát ha jót akarsz tenni azzal, hogy azt mutatod, hogy igen, nekem is vannak nehézségeim, az se jó. Ha elmondod, hogy de képzeld el, van olyan, hogy majd alszik a gyerek, az se jó. Úgyhogy nem érdemes. Van még szerintetek olyan téma, vagy olyan ügy, ami ennyire magányos, és mégis ennyire közügyé vált? Ami ennyire megbélyegzi a nőket, és ennyire tényleg kitaszítja a szőnyeg szélére, bármit csinál. Ha igen, ha nem. Szerintem én csak ennél az anyaság kérdésén. Nyilván ugye a női jogok egy másik téma, arról is fogunk beszélni, hogy ugye a munkaerőpiacon mennyire óriási különbségek vannak férfiak és nők között, akár mondjuk így fizetésben vagy megítélésben, de hogy ami így a privát életedet illeti, mert hogy ez egy privát ügy, a gyerekvállalás és a család, ez gyakorlatilag egy társadalmi vita. Igen, és az az érdekes, hogy talán minden egyéb nőket érintő vita egy kicsit visszavezethető az anyaságra, a gyerekvállalásra, mert abból rengeteg, például a szoptatás, hagyom-e sírni a gyereket, felkelek-e éjszaka, milyen iskolába adom. Hordozod. Tehát, hogy igazából a gyerek az anyaság és a gyerekvállalás, ami rengeteg felé el tud ágazni, és mindig mindenhol bele lehet kötni, és el lehet magyarázni, hogy miért nem csinálod jól. És visszatérve a munkavállalásra, amit megint említettem,
említettél, meg kérdeztél, és te is mondtad, hogy nem mentél vissza, illetve nem úgy, hogy valóban ugye én például abban a munkámban, ahonnan elmentem szülni, nem tudtam volna visszamenni, se segítséggel, se segítség nélkül, mert ugye akkor a reggeli műsorban dolgoztam, és 4:50-kor keltem, és este 7-8-9-re értem haza. Tehát fizikai képtelenség lett volna a saját előző munkámba visszamenni. Tehát nem tudtam volna. Mindjárt fogunk beszélni arról, hogy mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogy oldjátok meg a munkába való visszatérést, hogy milyen fizetéssel vártak vissza, ha visszamentél a babysitternek, mennyit kellett fizetni, tehát végül is a nap végén mennyi maradt ott, ami valójában a tiéd volt. De még említettem a kórházat, hogy ott az baromi érdekes volt számomra, amit meséltél és írtál, hogy ugye neked 5 császárod volt, igen, mind az 5 baba császárral született, és hogy mi mentél keresztül ott nőként, anyaként, ahol a legnagyobb biztonságban kellett volna lenned, mit műveltek veled, nem tudom ezt másképpen mondani, igen, ne haragudj. Erről egy picit lehet, hogy itt is beszéljünk, hogy alakult, mert a stigma és a megbélyegzés, na hát az annak a magas iskolája, amit a szülő ágya meg a szülőszobán történt. Igen, hát ez ilyen lelki gyilkolás volt, azt gondolom. Na, hogy indultatok neki? Tehát ugye alapvetően te természetes szülésre készültél az elsőnél, még otthon is akartál szülni, igen, nem úgy alakult, mert azt hiszem terhességi mérgezést kaptál, azt mondtad. Ja, mekonimus lett a magzat. Igen, és császár lett, igen, a vége. Ez volt az elsőnél, aztán jött a második baba. A másodiknál ugyanúgy természetesen szerettem volna szülni, akkor már nem otthon, de ugyanaz megtörtént, mint az első gyerkőcnél, akkor megint császár, és a harmadiknál már programozott császármetszés volt. Na, addig nem is volt probléma, és mikor jött a negyedik baba, ugye mindegyik gyerkőc ugyanannál az orvosnál született, és a negyedik császár előtt ő már befektetett a kórházba, hogy azért legyek ott szem előtt, szülés előtt egy pár héttel, mert ott azért már voltak kockázatok, de ő szabadságon volt, és a császármetszés előtt jött haza pár nappal, de a kórházban ott voltak orvosok, ott voltak nővérek, ott volt főorvos, és konkrétan abban a pár hétben így azt mondták, hogy én itt meghalhatok, ha nem, akkor az a minimum, hogy a végbelemet kivezetik a hasfalamra, mert hogy ott biztos minden össze van nőve, és mindent ki kell vágni, és hogy én milyen felelőtlen vagyok, hogy a gyerekeimet majd anya nélkül hagyom felnőni, hogy ezzel nem foglalkozok. Olyan szintű terrort kaptam ott, hogy én rettentő életvidám vagyok, meg így azt gondolom, hogy mindent pozitívan látok, nagyon nehéz megijeszteni, de mikor zokogva hívom Istit, hogy vigyen innen haza, mert egyszerűen nem bírom, és úgy toltak be a műtőbe, hogy szerintem sokkos állapotban voltam, és megérkezett az orvosom, és az ő látvány így megnyugtatott. Tudott is vele Isti beszélni, úgyhogy korábban is érkezett oda a kórházba. Ő megnyugtatott, de emlékszem, hogy ahogy így elfeküdtem a műtőasztalon, és így azok a lámpek, így azt gondoltam, hogy akkor ez az utolsó kép, amit én látok, és hogy így a gyerekeimet se fogom soha többet. De amikor megszületett Zsanka, minden jól alakult természetesen, akkor olyan eufóriába kerültem, hogy nem tudtam megszólalni hosszú ideig. Olyan nagy kontraszt volt, hogy mindjárt meghalok, és hogy mégsem is egészséges gyermekem született, hogy azt a pillanatot én nem fogom elfelejteni soha. És sokszor álmodom bele, meg eszembe jut, meg sokáig volt utána ilyen szorongásom emiatt, ami ott történt. De mégis bevállaltátok az ötödiket is? Az ötödiket is bevállaltuk, igen. Bár azt elmondom, hogy az ötödik gyerkőc nem volt tervezett. Ez a félelmem, ez annyira, ha nem 5 császárom lett volna, még most is lenne több gyerkőcöm. Ez akkor nem álltam volna meg 5-nél, de bármennyire is vágytam, hogy legyen, az a félelem, amit ott kaptam, az nem tud elmúlni, szerintem soha. És mégis jött Zsadány, na ekkor megint megkaptam, hogy nem tudunk védekezni, pedig szerintem ő egy ilyen isteni csoda, ahogy megfogant, na mindegy. És egészen más történt, akkor az orvosom eljött abból a kórházba, hát nem véletlenül nem maradt ott,
és nekiálltam orvost keresni, mert neki még nem volt kórháza, hogy na, akkor ki? És szóba sem álltak velem, akiket így felhívtam. És akkor merül fel bennem a kérdés, hogy nyilvánvalóan az a feladata az orvosnak, hogy ellásson téged, hogy mire számítasz, hogy menjen a nő az árok szélére, és majd valami lesz? Nem tudom. Hogy lehet azt mondani, hogy nem. Én azt is aláírom, hogy biztos, hogy rossz orvosokat kerültek elém, mert vannak olyanok, akik elvállaltak volna, de pont rossz telefonszámokat kaptam, vagy nem tudom, de elutasítottak. Még nem egy másik kórházba egy olyan tündér doktornőhöz kerültem, és soha nem találkoztam vele, és tárt karokkal várt, és az egész kórházba egyszerűen így elfelejtettem azt is, hogy nekem ez az ötödik császárom volt. Szóval, hogy azért ezt kórháza válogatja, és nem magánkórház volt. Nem tudom, azt mondhatom-e, hogy hol volt. Vagy persze. A Bajcsiba teljesen egyszerű kórház, nem semmilyen extra, de hogy mégis olyan szeretettel és olyan bátorítással voltak velem, hogy Amikor készültem erre a beszélgetésre, ugye rengeteget olvastam a témával kapcsolatosan, és kifejezetten fókuszáltam ugye arra az oldalra, azoknak a nőknek a véleményére, meg érzéseire, akik úgy döntenek, hogy nem szülnek gyereket, hogy mi a motivációja, interjúkat is rengeteget lehet találni az interneten erről. Én megmondom őszintén, hogy én teljesen megértem. Szóval egyszerűen én kívülről is azt érzem, hogy ez annyira az egyéni döntésnek a juga, tehát hogy egyszerűen nem lehet számon kérni, megbélyegezni, és viszonylag érthető magyarázatot adott rá mindegy. Nyilván van olyan is, ami de hogy azért az esetek 99%-ában én teljesen megértettem. És az egyik nagyon erős mozgatórugója a nem szülésnek az volt, hogy az a fajta függetlenség elveszítése, ami a stabilitást adja a nőnek, megszűnik. És itt nem arra gondolok, hogy ez egyéni utak, hanem például az egzisztenciális függetlenségnek a megszűnése. Az attól való félelem is a mozgatórugója annak, hogy nők nem vállalnak gyereket. Nálatok ez hogyan csapódott le? Hiszen például Andi, akinek ugye most két gyereke van, én tudom, hogy szóval, hogy jó fizetésed volt, bejáratott munkád, karriered, ami ugye a függetlenségnek az egyik alapja, hogy ha bárhogy is alakul az életben, van fizetésem, van munkám, önállóan is megállom a helyemet, nem kell segítséget kérnem. Viszont amikor egy nő szül, elmegy szülési szabadságra, akkor szerintem lesz egy légüres tér, és egyfajta rossz érzés, legalábbis nekem attól, hogy most akkor nekem nincs fizetésem, én akkor most már nem vagyok önálló, nem vagyok szabad, vagy mi van? Nálad ez hogy alakult? Én azt gondolom, hogy minden elismerésem tényleg azoké a nőké, akik ebben így biztosak, meg nyugodtak tudnak lenni, hogy bármit megoldanak. Én lehet, hogy ha nem lenne a párom, én például nem tudom, hogy nevelnék, tartanék fenn két gyereket. Tehát nagyon, nagyon nehéz szerintem. És én például nálad is ezt el sem tudom képzelni, hogy anyagilag a mai világban hogy csináljátok? Tehát hogy csinálják az emberek? Tényleg nem tudom. Szerintem nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy én egyedül talán nem is lennék rá képes. Vagy tényleg úgy, hogy egyik napról a másikra. És mert ez igenis nagy anyagi terheket ród rád, és most nem csak az iskola. Tehát simán, én pont most nőttek akkorát a gyerekeim, hogy konkrétan az egész őszi ruhatár, tehát semmi nem jó abból, ami tavasszal volt, és két gyereknél is, úgyhogy tényleg az ember most nem a drága boltokba megy, hanem nem, tényleg egy fast fashionbe is bemész, és annál azért olcsóban nagyon nem tudsz venni sehol. De hát az már nagyjából a second hand ruhákára vannak. Igen. Egy kisebb vagyon, és egy két normál átlag fizetésből szerintem a mai világban nagyon meg kell húznod magad, és igenis matekoznod kell. Szóval azért lemondásokkal jár, szerintem, mérlegelésekkel. Hát arról nem is beszélve, hogy itt a légüres teret arra értettem, hogy nyilván az ember nem arra készül, hogy majd elválik, meg majd gellert kap a házassága, de
Hát főleg, hogyha megérkeznek a gyerekek, azért láttuk már, láttunk bőven példát arra, hogy hogyan vesz totál más irányt egy jól működő kapcsolat abban a pillanatban, hogy nem csak két ember egységéről van szó. És azért ott nagyon meg tudják, bocsánat, hogy ezt mondom, de nagyon meg tudják szívni azok a nők, akiknek a főállása az anyaság, és nincsen saját egzisztenciájuk, mert utána a bíróságon, hogyha oda kerül az ügy, már pedig sokszor oda kerül az ügy, akkor aztán baromi nehéz helyzetük van. Fizetés, egzisztencia és munkahely nélkül, mert eddig csak a gyerekre fókuszáltak. Most ez nyilván nagyon, és ez nehéz kérdés, mert boldog házasságban élsz, de egy kicsit sem soha nem féltél attól, hogy mi van, ha bárkivel előfordulhat szerintem, hogy valahol így megfeneklik a házasság, és egyedül, vagy nehogy is, bármi történik, ha egyedül maradsz, akkor hogy oldod meg? Amit előbb mondtam, hogy én nem gondolok mögé. Ha vágyaim vannak, amit benti érzelmi vágy, én nem gondolkodom reálisan, és csak így tudok most így itt lenni. Ha reálisan belegondolok, az első, másiknál, harmadiknál, mi lesz, ha egyedül maradok, ha tényleg zátonyra futna a házasságom, akkor meginog az ember, akkor ez így nem megy, nem működik. De én valószínűleg nem gondolok bele, vagy nem gondoltam bele reálisan, hanem a vágyaim sokkal jobban mozgattak, és sokkal jobban vittek. De én még most sem tudok ebbe belegondolni. Amit mondasz, hogy mi történne, hogyha baj lenne. Pedig tudom, hogy megtörténhet, de valamiért bízom annyira az életbe, vagy a sorsba, hogy így megoldódik. Mert akkor félhetnék minden pillanatban, vagy aggódhatnék, hogy jaj, mi lesz. Viszont akkor az elvinni az egész életemet, vagy az életünket, akkor csak aggódásról szólna. Úgyhogy nem félek, hogyha helyzet van, mert azért voltak nálunk is helyzetek, voltak nehéz pillanatok, voltak nehéz anyagi helyzetek, volt, hogy összeszorítottuk a fogunkat, és akkor valahogy megoldódott, vagy valahogy megoldottuk. Akkor, mikor probléma van, akkor bele kell állni, meg akkor gondolkodni, de amíg nincs, én azon nem aggódok, vagy nem szoktam pánikolni azon. A munkába mennyire volt nehéz visszatérni? Ugye nálad egy kicsit más a helyzet, mert ugye te fotózással kezdtél el foglalkozni, amiben ugye te osztod be az idődet, meg te mondod meg, hogy mikor érsz rám, ettől meddig. Az óvodában majd talán most fogsz visszamenni dolgozni, hogyha a nagyobbi kisó iskorú lesz. De Andi, te ugye a versenyszférában dolgozol, tehát nálad azért tök más, mert van főnököd. Igen, nehéz. Nekem most azért hál' Istennek volt egy átmeneti időszak, és a Covid ebből a szempontból szerintem az anyukák egy részének jó, tehát a home office is jó persze, hogyha pici gyereked van, nehéz, amikor ugrál a fejeden. Vagy ha tanulni kell mellette. Vagy ha tanulni. Na, én például nem tudtam, én szerettem volna tanulni, és el is kezdtem egy sulit, és abba hagytam. Képtelen volt. Tehát már nem tudok két gyerek munka, háztartás. Nem. Tehát nem tudtam például a tanulást megoldani, tehát arról lemondtam. A Covid az nekem jó volt, mert tudtam otthon dolgozni, és sok olyan korábbi munkáltatóm is rájött, hogy igazából lehet, hogy nem is kell itt annyit bent ülni, maradj akkor otthon, mert így is működik. De én ugye most kezdek majd egy saját vállalkozásba, kicsit későn, de hát ugye pont a karrierépítési időszakban szültem, és én most érzem azt, hogy iszonyatos stressz van rajtam, hogy most az én gyerekemet viszem be majd a legkorábban a suliba ahhoz, hogy én ki tudjak nyitni, és ha nekem este 8-ig... Mert hogy egy üzletet fogsz, egy szépségszalont fogsz nyitni most. És hogyha este 8-ig nyitva kell lennem, akkor vajon a párom meddig fogja azt bírni, hogy azért ő megy a gyerekért, és ő csinálja végig az esti műszakot, és ez rendszeressé válik adott esetben, ha csak két naponta is. Szóval borzasztó nehéz, de bennem ott van az, hogy nekem a munkára szükségem van. Tehát, hogy sokszor az tartja bennem az erőt, az jelenti azt a siker részét. Talán pont azért, mert én nem
hogy mondjam, tehát nem is az, hogy ősanya, de hogy nem egy született anyuka vagyok, akit boldoggá, vagy egészé tesz az, hogy én anya vagyok, és gyereket nevelek. Nekem ez a mai napig nem elég, tehát nekem kell a munka, az ottani siker, mert valahogy az adja nekem azt a pluszt, amit mondjuk másnak meg az öt gyerek. És nem tudnék lemondani erről, és nem is szeretnék. Tehát, de nagyon nehéz, egy stressz, és azt is sokszor beszélgettük már, hogy azért a mi szüleink azok nem olyanok, mint a mi nagyszüleink voltak, akinél adott esetben minden délután elment, mert ők már nyugdíjasok voltak, vagy például, amit te is említette, hogy neked ugye a nyári szünet lesz, adott esetben egy átlag munkában, aki mondjuk nem iskola, óvoda, ott nincs nyári szünet. Tehát én már most nyáron azon gondolkoztam, hogy úristen, mit fogok csinálni jövő nyáron a két gyerekkel? És persze van tábor, de az megint pont ezt akartam mondani, hogy a családban is hallom, hogy táboroztasd a gyerekeidet, hát az egy egész nyárra két gyerekre 100 000. Akkor most megint azért dolgozok, hogy kifizessem a táborát a gyerekemnek, hogy tudjak dolgozni. Szóval iszonyatosan nehéz, és még pont ez a visszatérve az előző kérdésedre, meg erre a gyerek után már nincs saját utad, ezt pontosan erre is értettem, hogyha nagy Isten az életbe egy olyan szituációba kerülsz, hogy tönkre megy a kapcsolatod, vagy már nem olyan is váltaná, nem tudsz, tehát elveszítetted a szabadságod, és igen, az anyagiak nagyban befolyásolják szerintem mondjuk egy egyedülálló anyánál, hogy megmerem-e lépni, mert ott a két gyerekem is, és hogy fizetek albérletet, hogy adok neki enni, hogy ruházom. Szóval igen, a szabadságod, a saját utad, de nagyban meghatározza a gyerek, a hozzájuk fűződő anyagi teher, az időteher, az, hogy dolgozok, akkor nem érek oda. Szóval én mostanában fogalmazódott meg bennem, hogy nagyon sok barátnőm tervez gyereket, és sokat hallom, hogy hát kéne, és hogy jó lenne, és szeretnék, de hogy nagyon kevésben hallom egyébként mostanában, és ez szerintem egyre inkább érezhető, hogy ezt a pici bizonytalanságot a gyerekvállalás mögött, és ez mind ezekből a dolgokból adódik, és szerintem ezért csak akkor szüljön valaki, ha ő ott legbelül akarja, és ez az icipici bizonytalanság sincs benne. De látjátok, milyen érdekes, hogy alapvetően a beszélgetést onnan indítottuk volna el, hogy itt van Szent Jobbi Kriszta, az öt gyerekes anya, akiről ugye azt mondjuk, hogy az ősanya, aki megtestesíti azt, amit minden nőben látni akarnak, és ugye mellette ült volna egy másik alany, aki nőjogi aktivista, aki áll a női jogokért, úgy alakult az élete, hogy nem szült, és pont azt kutatja, hogy milyen társadalmi vitákat szül az, ha valaki nem vállal gyereket, de ugye hát úgy döntött, hogy inkább nem jelenik meg a helyszínen, és nem szólt, és nem jött el. És végül egy tök jó beszélgetés számomra, hát aztán majd meglátjuk, hogy mit mondanak, akik nézik, alakult ki abból, hogy itt ül két nő. Az egyik az pont az, amit az Andi mondott, aki világéletében erre készült, a másik pedig az, aki imádja, szereti a gyerekeit, de sodródott, gyakorlatilag te sodródtál az árral. És végül is így alakult az életed, és azért még most is küzdesz az elemekkel. Krista, neked, bocsánat a profán kérdésé, de kisegítés mennyiért? Tehát hogy lehet egyben tartani egy ötös fogatot úgy ezekkel a dilemmákkal, mint amit az Andi mondott? Nekem a szüleim segítenek. Bocsánat. A szüleim, ők Tatabányán élnek, szóval elég messze tőlünk, de én úgy tudok normális maradni ebbe a nagy családos létbe, hogy én minden szívfájdalom nélkül elviszem a szüleimhez mind az öt gyerkőcöt, hát két havonta biztos egy péntek, szombat, vasárnapra. És anyukám nagyon örül neki, szerintem én még sokkal többször is vállalná őket. Én meg nagyon szívesen viszem őket, hogy tudjak magam is lenni, vagy a barátaimmal lenni, vagy éppen ami fontos nekem. De hogyha hétköznap van olyan programom, ahova nem tudom vinni a kicsit, aki ugye még otthon van velem, akkor el szoktam hívni vagy anyát, vagy Isti, Veszki, Szabit, szóval mi ezt így családon belül meg tudjuk oldani. Ez egy szerencsés helyzet, azt gondolom, úgyhogy ez nem,
Ez nem kerül semmibe, mármint, hogy nem anyagi vonzata nincs. Hát, hogy akkor nem kellett babysittert fizessél azért, mert akkor családon belül meg tudtátok oldani. Te valaha visszatudnál egyébként szerinted térni úgy a munkaerőpiacra, hogy teljes értékű munkavállalóként ennyi gyerek mellett? A Waldorf óvónői szakmámban oda igen. Uh-huh. Oda igen. De bársony szférában már te se látod nagyon a visszautat. Nekem nem is volt vágyam, megmondom őszintén, ezért nem is tudok belegondolni, de azt hiszem, hogyha itt 100%-ig szeretném magam oda tenni, akkor nem valószínű, hogy ennyi gyerek mellett azt meg lehet oldani. Én legalábbis nem tudnám. Még egy utolsó kérdés, mert nagyon érdekel a véleményetek ezzel kapcsolatban is, hogy szerintetek miért van az, hogy amit az elején felvetettem, és ami miatt ez egész beszélgetés létrejött, hogy ez egy közügy, hogy mindenkinek mindig kényszere van a tekintetben arról, hogy beleszóljon abba, hogy egy nő szül, nem szül, hány gyereket szül, mikor szül, mennyit dolgozik, háztartásbelie, avagy sem. Miért van az, hogy erről mindenki úgy érzi, hogy beszélhet és véleményt formálhat? Szerintem a saját őszintétlenségükből és frusztrációjukból adódik. Tehát én azért nem mondok véleményt olyanokról, akinek 5 gyereke van, maximum csodálom, hogy UFO vagy, én nem tudom. Mondom neked, hogy egy buddhista táborból jött ide. Mit csináltál? 4 napig nem szólaltam meg. Igen, 4 napos elmúlásom voltam. Én pont az, hogy már se a családban, senkinek. És pont azért, mert én nem hazudok magamnak. És én tudom azt, hogy milyen véleményem, milyen érzéseim vannak, milyen nehézségeim, milyen problémáim, és én ezt tök őszintén vállalom, annak ellenére, hogy valószínűleg rengeteg, ha ez ezeknek az embereknek eljutna, akkor biztos nagyon sok bántást kapnék, de azért, mert azt gondolom, hogy ők magukkal nem őszinték, és nem tudnak megbirkózni a saját belső feszültségükkel, és még ezt nem tudták elengedni, a saját problémáikat, és ezt vetíti ki másokra, mert akkor neki egy kicsit jobb lesz, ha bánthat. Mert akkor nem a saját fájdalmával kell foglalkoznia. Szerintem ez. Tehát abban a percben szűnne ez meg, ha mindenki elfogadná a saját döntését, a hibáit, és azt, hogy ez van. Igen. És én ilyen vagyok, és nincs ezzel semmi gond. Mindenki próbálja a legjobbat kihozni abból, ami ő maga, és messze nem kell tökéletesnek lenni, mert szerintem nem létezik. De ne bántsunk másokat a saját belső feszültségeink, meg bánataink miatt. Én csak egy utolsó, egy ilyen lábjegyzett kérdés, hogy volt olyan, hogy el akartatok válni? Persze. Jó. Megnyugodtam. Azért ez így felmerül. Jó. Persze, de hogy ne? És ebben nem is csinálok titkot, hát nálunk is vannak ajtócsapkodások, meg veszekedések, hogy borzasztó, de a gyerekek is verekednek. Aztán utána számol a férjed a gyerektartásnak, és azt mondja, inkább maradok. Ez mondjuk igaz. De hogy persze, de enélkül nincsen. Hát most gondold, halálra unnám magam, persze akkor annyira utálom, hogy ez van, de borzasztó unalmas tud lenni egy ilyen baromi nagy cukormáz. Meg annyira jó kibékülni egy veszekedés után. Hát igen, hogy... ebből lesznek a gyerekek, vagy hogy is van ez. Igen, ebben is van valami. Mit akartam mondani? Meg talán még annyi, hogy nagyon sokat ugye arról beszélünk, hogy a te döntésed, hogy gyereket válasz, vagy nem, és hogy egy csomóan rábeszélnek, vagy megerősítenek abba, hogy szülje gyereket, de arra senki nem gondol, és szerintem ez egy nagyon fontos másik aspektus a dolognak, hogy aztán milyen lesz annak a gyereknek, akit egy olyan anya nevel, aki nem volt abban biztos, hogy ez volt az ő legjobb döntése. És nehogy egyszer ez a gyerek azt mondja, akárhány évesen, hogy azt érezze, mert van ilyen egyébként, hogy anya, neked jobb lett volna, ha én nem vagyok. Szóval ne csak mindig a nőkre gondoljunk, mert neked szülnöd kell, hanem gondoljuk tovább, hogy milyen lesz annak a kisgyereknek, akit esetleg egy olyan anya nevel egész életében, aki nem biztos abba, hogy neki ez volt a legjobb döntése, és az előbb-utóbb csattan a gyereken. És ezt nagyon sokszor elfelejtjük szerintem. Köszönöm, hogy itt voltatok.